Sziasztok! Ez itt a Kisember a Nagy Enduron című sorozat. Az én nevem Recep. Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Ebben a részben a GS1300-ról szeretnék nektek beszélni. Mondhatjuk ezt egy hosszú távú tapasztalatnak. Talán láttatok egy előző részt a videóim közül, ahol a Jeli Attilával beszélgetünk arról, hogy vajon milyen terepképességei vannak az 1003-asnak. És ott az Attila felvetette, hogy majd valószínűleg én is készítek egy ilyen hosszabb távú tesztet, meg hogy mik a tapasztalataim a terepen az 1003-assal kapcsolatban. Nem csak a terepről szeretnék beszélni, hanem egyáltalán magáról a motorról. Lássuk csak, hogy bírta a motor a Pamir Highway-t. Ugye azt azért tudni kell a Pamir Highway-ről, hogy mind a motornak, mind pedig a motoros csak egy nagyon megterhelő útvonal. Mégpedig azért, mert nagyon hosszan nem offroadon mész, hanem burkolatlan utakon is. Ezek a burkolatlan utak, ezek nagyon rossz minőségűek helyenként, és borzasztóan megviselik mind a motorost, mind a motort. Anélkül, hogy elszpoilerezném megint csak ezt a videót, elmondom, hogy mi történt az úton, ami ilyen mondjuk úgy, hogy rendkívüli esemény volt. Hát az egyik ilyen rendkívüli esemény az volt, hogy letört a hátsó sárvédőm. Szó szerint. Tehát mentünk az úton, és egyszer csak lefittyent. Nem gondoltam volna, hogy a műanyag így el tud törni, és attól, hogy mész az úton, és egyszerűen elfárad az anyag. Aztán, hogy itt a csupa rossz dologgal kezdjem a videó elején, mi történt még. Ami meglepő volt és nem tetszett, az az, hogy tudjátok, az 1003-as az képes állítani a magasságát, és bizony ezen a nagyjából 10 km-es úton 5-6 alkalommal fordult elő körülbelül, hogy egyszerűen nem működött ez a rendszer. Ami ugye azt jelentette, hogy mész, lassítasz, megállsz, és le akarod tenni a lábad. Hát igen, ám, de olyankor, mint kukori meg kotkod a szemétdombon, elkezdesz így kapirgálni, mert ugye arra számítasz, hogy az adott magasságra letette magát a motor, és nem. Tehát egyszer nem engedett vissza a futómű. És ezt nyilván csak akkor tudatosul benned, amikor le akarod tenni a lábad. Nem olyan tragédia ez egyébként, mert hát annó, amikor nekem a 1250-esem volt, annyira hülye voltam, hogy első olvastam a használt utasítást, megvettem a motort, és ahogy be volt állítva, úgy használtam. Nem is tudtam, hogy lehet állítani a magasságát annak a motornak, és én gyakorlatilag a legmagasabb pozícióban volt a motor, úgy használtam. Egészen tavasszal vettem át a motort, és valamikor ősszel egy offroados oktatáson, amit a maszkójék csináltak, azon mondta ott valaki, hogy miért nem engedem le? Na, hát erről ennyit. Szóval, visszatérve az 1003-asra, amikor nem engedi le a futóművet, akkor ott hirtelen kicsit meglepődsz. Persze lecsúszol oldalra, aztán minden rendben van, csak nem számítasz rá. Ez egy ilyen kellemetlen szituáció. Ezek azok a dolgok, amik nem tetszenek az 1003-asban, illetve akkor most már, hogyha itt tartunk a negatívumoknál, akkor talán ilyen felsorolás szinten még szeretném elmondani azt nektek, hogy nekem például személy szerint, és ez kizárólag jelzem rám vonatkozik, mert ezt még sehol senkitől nem hallottam, nekem valami bajom van a kormánnyal. Szerintem annyira rossz szögben áll a kormány, hogy a jobb csuklón van, és itt a hüvelykujjamban fájdalom van egy olyan 20-25 perces használat után. Ez mondjuk zavaró, megmondom őszintén, tehát nem is tudom, hogy ennek mi lesz a megoldása. Nyilván az, hogy tennem kell egy másik kormányt, mert ugye Attila is mondta, hogy hát miért nem húzom hátrébb a kormányt. Először is már hátrébb húztam a gyári beállításokhoz képest, semmi nem változott, tehát ugyanúgy fáj tőle a csuklón. Másrészt, hogyha nagyon hátra húzod a kormányt, akkor az, amikor offroadozol és álló pozíciót veszel fel a motoron, az nagyon rossz, mert így magad alatt van a kormány. Tehát ugye az offroadozásnál éppen az lenne a lényeg, hogy minél előrébb legyen a kormány, kényelmesebb állni rajta úgy, hogyha előrébb van.
Szóval ez nyilván nem fog működni. Akkor ugye megint csak abban az előző videóban említettem a térszöget, tehát hogy hegyesebb a térszög, mint a 1250-em. De ez érdekes, én azt hittem, hogy ebből lesz problémám, mint a kormányból. Nem, őszintén szólva semmiféle fájdalmat vagy ilyesmit nem éreztem a hosszabb úton. Tehát ilyen, ez talán csak belemagyarázás, hogy nem annyira kényelmes. Tehát igazándiból nincsen vele baj, de észreveszed, hogy hegyesebb a térszög, egy kicsit sportosabb testhelyzetbe kényszerít a motor. És hát ugye az utolsó ilyen, mondjuk úgy, hogy negatív dolog a motorral kapcsolatban, és már ezt is említettem, ez a blokkzaj. Hát ezzel meg együtt kell élni. Veszel egy ilyen motort, ha tetszik, ha nem, ennek ilyen hangja lesz. Zörög, csörög a blokkban valami, nem tudom, hogy mi. Fura hangja van. Mindegy is. Működik, az a lényeg. De ugye most itt felsoroltam elég sok, vagy meglehetősen sok negatív dolgot az 1003-assal kapcsolatban. Ezeknek ugye egy része szubjektív, mint a kormány. A blokkzaj, hát az nem szubjektív, az objektív a blokkzaj, de hát az most az probléma, vagy nem probléma, az majd mindenki eldönti maga. Szóval hátrányokról ennyit. De ha már a hátrányokról beszéltünk, akkor egy kicsit beszélj már az előnyökről is. Előnyök. Kezdeném mondjuk föntről lefelé haladva. Mint tudjátok, a plexi magassága elektronikusan állítható. Ez egy dolog, de még ezen felül a plexi magassága úgy is állítható, hogy kettő darab állása van a plexinek, ahol föl tudod csavarozni. Négy csavar fogja föl a plexit magát a tartóra, és ezek között tudsz variálni, bármint, hogy két állás van, egy alacsonyabb, meg egy magasabb állás. Én nekem az alacsonyabb állás van, és ez azt eredményezi, hogy nagyon lent van a plexi teteje, tehát ez offroadon nagyon fontos, hogy ne legyen előtted semmi, minél alacsonyabban helyezkedjen a plexi, offroadon nem igazán van szükséged szélvédelemre, viszont nagyon nagy hátrány, hogyha magas a plexid, és mondjuk egy fején átfordulást vagy egy kézen átfordulást követsz el a motorral, amit azért senki ne tegyen, nem ajánlom senkinek, meg ne is kerüljön ilyen szituációba, de ez is egy szempont, tehát nem jó beleakadni a plexibe, csúnya sérüléseket tud okozni. Tehát ez egy nagyon jó dolog szerintem az 1003-asban, hogy egyrészt ugye alapból állítható a magassága a plexinek, és majd onnan fogod az elektronikus állítással állítgatni. Ez mindenképpen egy nagy előnye ennek a motornak. Nagyon nagy előnye offroadon az alacsony súlypontja. Még sikerült ezt a motort alacsonyabb súlypontra helyezni, és ettől nagyon sokat változott a kezelhetősége offroadon. Könnyebb is, ugye ezt, mint tudjátok, 12 kg-val könnyebb, ezt már 1000 helyen elmondták, mindenkinek már a könyökén jön ki a 12 kg súlycsökkentés. Mindegy is, nagyon sokat jelent. Szó szerint baromira érződik az a 12 kg. Valószínűleg ezzel a súlypontcsökkenéssel együtt érezhető ez ennyire, de tényleg sokkal-sokkal jobb lett, mint a 1250. A futómű, hát gyerekek, az valami csoda. Hihetetlenül jó, tényleg. Nagyon-nagyon jól teszi a dolgát. Ha offroadban van, kicsit keményebb, de pont az, ami kell. Tehát ott szükség is van arra, hogy kemény legyen. Ugye nem beszélve arról, hogy azokon az utakon, ahol én is használom, tehát hogy a Pamírban voltunk, ez egy hosszú távú út, föl vagy pakolva. Tehát azért van mögött egy súly rendesen, oda azért kell a keményebb futómű. Tehát oda nem jó, hogyha elkezdene limbóhintózni ott alattad a terepen, meg a gurkoltan utakon, az nem tenne jót az úttartásnak, higgyétek el. Még egy dolog, ami nekem nagyon jó, és ez az elektronikus futómű állítással függ össze. Kipróbáltam ugye, hogyha beteszem offroad módba, akkor az történik, hogy kikapcsolja a kipörgésgátlót, kikapcsolja a hátsó keréken az ABS-t, viszont felemeli a motort. Már azért
fontos ugye, hogy a hasmagasság magasabb legyen, így jobban tudod terepen használni, viszont nekem ez időnként előnytelen, mert nagyon magas a motor, és nem érzem mindig biztonságban magam. És kipróbáltam azt, hogy road módban ki lehet kapcsolni rajta a kipörgésgátlót, meg az ABS-t, és így is működik a dolog. Ilyenkor ugye lent van a motor, tehát 50 km per óra alatt, ha mész, akkor ugye alacsony a motor magassága. Ez nekem bevált. Egyszer-egyszer felkoppantottam az alját, tény, de mégis nagyobb biztonságban éreztem magam, mint amikor off-road módban van, és nagyon magasan van a motor. Oké, hát azt gondolom, hogy ez, amiket itt elmondtam előnyként, ezek azért nem rosszak, meg nem kevés előny. Elég nagy itt a forgalom körülöttem, muszáj figyelnem, mert rendesen hajtanak. És ezzel még nem ért véget az előnyök felsorolása. Hát előnyként kell megneveznem az első lámpát, a fényszórót. Fú, gyerekek! Hát ha valami jó ezen a motoron, akkor ez a fényszóró, amit olyan sokan utálnak, hogy hogy néz ki, ne tudjátok meg. Fantasztikusan jó minőségű. Annyira erőteljesen világít, és olyan nappali fényt tud csinálni, sötét körülmények között, tehát szándékosan mondom, sötét körülmények között, nem éjszaka, mert éjszaka én nagyon keveset megyek a motorral, de az alagutak ott azért megmutatkozik. Tadzsikisztánban van az úgynevezett halálalagút, ennek erről azt kell tudni, hogy egy nagyon hosszú, én 5 és 10 km közé teszem, pontosan nem tudom milyen hosszúságú alagútról beszélünk, de ez egy olyan alagút, amiben nincs világítás. Rohadt nagy a forgalom, tele van teherautóval, borzalmas füst van, tehát olyan smog van bent, hogy nem kapsz levegőt. Meleg is van, amikor mi voltunk augusztusban, rohadt nagy hőség volt. Tényleg egy borzalmasan szar alagút, de leginkább szerintem emiatt, hogy füst van bent, és hogy nem szellőzik. Az útburkolat az tulajdonképpen teljesen tűrhető, azzal nincsen baj, a sötétség az igen, az rendes. De a lényeg az, hogy nem is ebben a halálagútban, mert ott azért nem tudtam kipróbálni, mert pont ment előttem egy teherautó, azt kifogtam, amit nyilván az alagútban nem tudod megelőzni. De ezen kívül voltunk több alagútban, és volt nem egy olyan, amelyikben szintén nem volt világítás. Hát gyerekek, ez a fényszóró le a kalappa, tényleg brilliáns, nem tudok rá más mondani. Úgyhogy ez minden pénzt megér. Az is egy előny véleményem szerint, hogy a blokk egy ilyen szürke, műanyagszerű festékkel van borítva. Talán szinter ez, nem tudom. A lényeg az, hogy nagyon könnyű tisztán tartani. És itt kell megemlíteni azt, hogy ugye most már elvették a légbordákat is, mármint a léghűtés bordáit a blokkról, a hengerekről. Pontosabban hagytak rajta egy kis bordákat, de ezek szélesebbek, és jobban közé tudsz férni, könnyebben tudod takarítani. Tehát ezáltal, hogy ez az anyag, ez a festék, ez nem hagyja magán nem hagyja magára száradni a rárakódott koszt, sokkal könnyebb tisztán tartani, és ez is valahol egy jelentős előny. Hát most mennyivel könnyebb csak lecsapatni, picit megdörgölni, és már tök szép tiszta. Nem kell ott súrolgatni, meg mindenféle szerekkel kenegetni, hogy visszakapja a fényét. Apropó, egy hátrányt megint csak elfelejtettem felsorolni, bár az előző videókban ez ugyanúgy benne volt, hogy az ülésfűtést és a markolatfűtést beletették a rendszerbe. Fúj, ezt nagyon utálom. Gyűlöletes. Üzenem itt bárkinek, aki ilyesmivel foglalkozik, ha valaha is ebből a videóból bármit is lát, hogy ezt felejtsék el. Egyetlen egy gyártó ne próbálja meg ezt követni, mert ennél rosszabb dolog egy adventure bike-on nincs, mint hogy nem egy kapcsolóval kapcsolod a kormányfűtést, meg az ülésfűtést. Elveszi a figyelmet. Nem tudsz odafigyelni. Most kezd el nyomkodni az menüt. Ugyan már, gyerekek, ez egyszerűen nevetséges. Tehát ezt nincs ember, aki engem erről meggyőz, hogy ez így normális, meg ez így jó. Marhára nem jó. Nagyon-nagyon nem jó.
Jó, srácok, nagyon nem akarom húzni az időt, nem akarok sok marhaságot összehordani. Azt gondolom, hogy megpróbáltam összefoglalni azt, hogy mi az, ami nekem ezen a hosszú úton tetszett ebben a motorban, és mi az, ami nem tetszett ebben a motorban. És úgy általában véve a megtett 10.000 kilométeres út után mit tapasztaltam. Hála Istennek, ugye ez a Pamir Highway-es túra, ez nagyon sok információt adott. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani nektek, mégpedig azt, hogy érdekes módon nagyon sok kilométernek kellett eltelnie ahhoz, hogy ezt a motort megszokjam. Talán a hátányok közé lehetne sorolni azt is, hogy ez az 1003-as, ez nem az a motor volt, mint az 1250, hogy ráülsz és otthon érzed magad. Nem. Tényleg nem. Nekem legalábbis személy szerint elég sok kilométernek el kellett tenni ahhoz, hogy megbízzam a motorban, megérezzem azt, hogy mennyire jó, mennyivel jobb, mint a 1250, mert konklúzióként mindenképpen azt el kell mondanom, hogy jobb. Sokkal jobb. Nem tudom, hogy sokkal jobb, de jobb. Az 1003 GS ténylegesen fölülmúlja mindenben a 1250-et. Fölülmúlja a terepképességben, és fölülmúlja a használhatóságban. Nyilvánvaló, hogy erősebb, nagyobb a nyomatéka, de én azt gondolom, hogy egy átlagmotorosként ebből semmit nem fogsz érezni. Legalábbis kövezzenek meg érte, nem érdekel. Én amilyen módon használom ezt a motort, semmiféle különbséget nem érzek a 1250 és az 1003 között, mert azt gondolom, hogy az a tartomány, amiben én használom ezt a motort, ott ennek abszolút nincs jelentősége. Nézzétek, közúton nem fogtok ezerrel menni. Tehát azt, hogy most erősebb, meg nagyobb a nyomatéka, közúton mikor tudod kihasználni, ha elkezded tényleg, szó szerint rendesen veretni. Mi történik? Gyors hajtás. Már fizethetsz is. Hiányzik? Nekem nem. Terepen? Hát a terepen megint csak az van, hogy ezt akkor fogod észrevenni, hogy mennyivel erősebb, mennyivel nagyobb a nyomatéka, ha ész nélkül vereted. Egy tehenet? Terepen? Gyerekek, nem már? Azért legyünk már őszinték. Az emberek 99,9%-a, akinek GS-e van, nem fogja ezt tenni. Nem tudja ezt tenni. Hát egyszerűen nincs meg rá a képessége. Nem vagyunk Jeli Attilák, nem vagyunk Paul Torres-ek. Tehát, hogy térjünk már észhez. Miről beszélünk, hogy mennyivel erősebb, mennyivel jobb a nyomatéka, hogy én ezt terepen mennyire ki tudom használni. Hogyan már? Hogyan? Szóval végső konklúzióként azt kell nektek mondanom, hogy az 1003-as valóban jobb, mint a 1250. Nem túl sokkal. Nem is lehet már szerintem. Itt már annyira ki vagyunk hegyezve ezeknél a motoroknál. Ezek már annyira sokat tudnak. Már az 1002-es óta is. Az állítható futómű, a menetdinamika, a blokk teljesítménye, egyáltalán az egész úgy, hogy össze van rakva. Nagyon, itt már nem lehet csodákat tenni, meg nem is lehet csodákat várni, már igazándiból hova. Ezek a motorok, ezek soha nem lesznek 120 kilósak, ezek a motorok soha nem lesznek kicsik filigrának, hiszen nem arra tervezték. Ezeknek motoroknak bírniuk kell azt, hogy te megpakold csomagokkal, ráüljetek ketten. Ha 100 kiló fölött vagytok mind a ketten, azt is bírnia kell. Tehát azokat a körülményeket kell tudnia ennek a motornak, amik a terepen hátrányt jelentenek. Nagyjából ennyi szerettem volna elmondani nektek az 1003-asról. Bízom benne, hogy tudtam olyan információkat átadni, amik hasznosak. És nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt. Ezúton búcsúzom. Ha nappal nézitek, akkor további szép napot kívánok nektek. Ha este, akkor jó éjszakát. Sziasztok! Köszönöm szépen a figyelmet. Iratkozz fel a csatornámra, és nyomjál rá a kis csengő ikonra, hogy értesülj az újabb részekről.